Kishegyesen nemrég adták át rendeltetésének a templomkertet. A park elhanyagolt állapotban volt, ezért volt szükség a felújítására. A helyiek elégedettek az eredménnyel. Nagyon nagy szükség volt erre nekünk, mert tényleg a templom környéke nagyon csúnya volt. Gyerekek minden összetrimbolták, ez így nagyon jó. Nagyon tetszik, szép, csak hogyha megvigyáznánk, hogy ne tépnék ki, meg gondoznák, ugye nyírnák a füvet, meg na így locsolgatnák. Még fő lényeg, hogy nem trimbolnák, a padokat nem rongálnák. A templomkert rendezésének költségeit a helyi közösség önerőből biztosította. Ezen kívül a parkosításban a Vajdaságerdei Közvállalat támogatására, illetve az önkéntesek segítségére is számíthattak. A helyi közösség sétányt is épített oda, körülbelül 100-150 méternyi sétányt, az utolsó fázisban pedig elhelyeztünk padokat és szemeteseket, úgyhogy azt gondolom, hogy egyik látványossága lesz, vagy lehet ez a templomkert, vagy szoborpark, iskolapark, ki hogy ismeri, ez a tér Kishegyes központjába. A tervek szerint pályázati pénzből további szobrokat helyeznének el a parkban. Gulyon Richárd és Mátyás király után most egy egyházi személyiségnek emelnének szobrot.